Sziasztok, sziasztok! Szeretnék nektek megmutatni egy új Perfect Nails-es újdonságot, mégpedig a Multi Wide Pixie Port. Ez egy ilyen nagyon kis apró szemű csillámpor, és én éppen itthon dolgozgattam, kísérleteztem az anyagokkal, és szeretném nektek megmutatni, hogy ez hogy is néz ki felkenve, mert valami brutálisan szép. Fekete alapon fogom nektek megmutatni, mert fekete alapon látszanak igazából ezek a nagyon-nagyon szép ilyen kis színjátszós csillámszemek. Úgyhogy fekete tippet bufiztam fel, és bármilyen olyan fényzselével fedjétek majd le a felületet, ami fixmentesre köt. Ez lehet Speed and Shine, lehet ez az Extreme Gloss Gel, nálam most ez az Extreme Gloss van. Úgyhogy ezzel szépen lefedem egy vékony rétegbe a felületet. Jó, egy picit ez ilyen sűrűbb típusú fényzselé, kicsit nehezebben lehet elkenni, de miután elkentétek, nagyon szépen kisimul a felület, és tényleg nagyon szép tükörfényt ad. Jó, és hogyha felkentétek a fényzselét, nem köttetitek meg, hanem fogjátok a Pixie Port, óvatosan letekeritek a tetejét, nehogy véletlenül kiszóródjon, és megfogtok valami kis kanálka formájú eszközt, én ezt a tippálcát szoktam használni, ennek ugye homorú a egyik oldala, és mint egy kis kanálkát fogom használni. Belemártom a Pixie Portba a kanálkámat, és egész egyszerűen fölé teszem a tippet, és elkezdem kocogtatva rászórni a csillámport. Mindenhova szórom, ha véletlenül az egyik oldalra nem érek el, akkor megfordítom a tippet, és a másik irányból is szórom. Jó alaposan beszórom, hogy jöjjön bele a fényzselébe a sok-sok kis csillámszemcse. Az se baj, hogyha picit vastagabban van a felületem. Jó. Amikor azt látom, hogy már mindenütt van csillámszemcse a felületem, akkor fogom, és a tégely fölött egyszerűen lekocogtatom a tippemet, hogy lejöjjön róla a felesleg, majd ezt így, ahogy van, egy picit, ha gondoljátok, új beggyel meg lehet ütögetni a tetejét, hogy még jobban belelapuljon a felületbe a sok kis csillámszemcse. Jó, nem húzom az ujjam, nehogy véletlenül elkenjem, csak nagyon-nagyon óvatosan beleütögetem, belelapogatom, és berakom megköttetni lámpába. LED lámpába körülbelül 1 perc kötési időt kell kivárjatok. Én addig elrakom a kis csillámocskámat. Majd kötés után, miután megkötött az UV lámpában a fényzselé, a kis csillámokkal együtt, akkor egy portalanító kefével egész egyszerűen a fölösleget lekefézem róla. Na most ilyenkor elképzelhető, most láthatjátok egy picit talán ti is, hogy a portalanító kefe, amit ugye napi szinten használok körömépítéskor is, egy picit ugye be van ülve porszemcsékkel. Hogyha véletlenül azt látjátok, hogy picit mattított a felületem a portlanítókefe, akkor annyi dolgotok van csak, hogy egy szálmentes törlőlapkára, vagy fixálót, vagy például ezt a Perfect Clean sprayt egy picit befújjátok, és a felületet egy picit átitatjátok. Ez gyakorlatilag a szemcsék közül kitisztítja a port, és csak a belekötött csillámszemcsék fognak ott maradni. És ezzel én ezt szerettem volna ezt a végeredményt megmutatni nektek, mert ez valami gyönyörűségesen, szépségesen csillogó. Olyan igazi parti körömnek megfelelő. Jó, abszolút nem nagyon dörzsis a teteje, próbálom oldalról mutatni, tehát nem vészes, nem fog beleakadni a harisnya, de ha véletlenül mégis a vendéget zavarja, akkor egy sűrűbb toppal le lehet esetleg fedni. Jó, ha dörzsisnek érzitek még a topp után is a felületet, akkor bufizzátok át,
miután lefettétek, és utána még egy réteggel menjetek rá, és akkor nagyon szép fényes felülete lesz, alatta pedig ott lesznek a csillámszemcsék, de én ezt a fajta csillámlást én igazából nem rontanám el a toppal, tehát ez így, ezzel a cukorka hatással, ezzel valami gyönyörűségesen szép, picit közelítek a világítással is, hogy lássátok. Jó, tehát ez volt a Perfect Nails-nek a Multi White Powder Pixi Pora. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot nektek, sziasztok!